Dr. Csonka Takács Eszter vagyok, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságának igazgatója. Kik lehetnek a népművészet mesterei Magyarországon? Az elsők között voltunk a világon, akik ezt a díjat megalapítottuk. 1953-ban hozták létre, azzal a céllal, hogy azokat a közösségükben élő és alkotó népművészeket elismerjék, akik továbbvéve a közösségi hagyományt kiemelkednek az ő környezetükben, a tevékenységükkel, a tehetségükkel. 5 kategóriában lehet megkapni ezt a díjat. Vannak a tárgyalkotók, a hangszeres népzenészek, táncosok, mesemondók és énekesek. Kezdetben ugye ez az állami kitüntetés úgy indult, hogy valóban, hát azért 53-ban még arról beszélhetünk, hogy a vidéki, falusi, tradicionális kultúrának azért voltak élő elemei, tehát például egy tárgyalkotó népművész az még valóban a közösségében alkotott és dolgozhatott. Az idősebb népművészek kerültek felterjesztésre, hiszen ők nem pályáznak, hanem őket felterjesztik, és ez a mai napig is így van ebben a rendszerben. Nagyon fontos, hogy kezdetben helyi intézmények, szervezetek, önkormányzatok, szakmai szervezetek terjeszthették fel őket. Ma már országos szinten is egy-egy szervezet felterjeszthet egy jelöltet. A jelöltek ma már ebből élnek, úgymond profik, vagy még mindig amatőrök vagy félamatőrök is lehetnek? Na most ebben nyilván nagyon nagy változás történt, hiszen hát maga a hagyományos kultúra, az a társadalmi háttér is megváltozott, ami annak idején ezt életre hívta. Egyre többen vannak olyanok a népművészet mesterei között, akik már nem biztos, hogy abban a közegben, abban a közösségben születtek, vagy nem biztos, hogy ott apáról, fiúra, anyáról, lányról tanulták azt a tudást, amit ők képviselnek. Nagyon sokan már népművészeti körökben, akár szakkörökben, tanfolyamokon tanulták meg ezeket a dolgokat. Ez főleg azért inkább a tárgyalkotókra vonatkozik. Kézművesekre. Igen, tehát egyre több kézműves van, aki már szervezett formában tanulta a tevékenységet, de ennek ellenére képvisel mondjuk egy közösségi kultúrát, vagy olyan ikonikus alakká vált, aki feltétlenül érdemesnek találnak arra, hogy megkapja ezt a díjat. Tehát igen, a kérdésre az a válasz, hogy vannak még olyanok, akik az adott közösségben születve, ott belenőve a hagyományba tanulták meg ezeket a népművészeti kategóriákat, és vannak olyanok, akik már a szervezett és tudatos képzési rendszerben sajátították el, viszont nagyon kiemelkedő és ikonikus alakjai a népművészetnek. Hol húzták meg a határt? Milyen tudástól lehet megkapni ezt az elismerést? Például itt mi most Szentendrén a Skanzenben beszélgetünk, van-e itt a kiállításon olyan tárgy vagy olyan kiállított darab, amit népművészet mestere készített? Biztos, hogy van. Ugye alapvetően a Skanzenben nagyon régi tárgyak kerülnek be, azok még azok az állapotot tükrözik leginkább, amikor még használatban voltak ezek. Nemrég csináltunk egy kötetet, a népművészet tárgyalkotó mestereinek az utóbbi 25 évén gyűjtöttük össze, és amikor ott egymás mellé kerültek a népművészek, akkor sokszor aránytalanok voltak a leírások. Volt, akinél nem tudom én hány oldal csak arról szólt, hogy hány nemzetközi kiállításon, fesztiválon, zsűrizésen vett részt. És közben voltak olyan még ugye eredeti nénik, bácsik, hogy így mondjam, akik meg még a hagyományba belenőve, még nem népművészeti szándékkal, hanem a mindennapok részeként készítették azokat a dolgokat. Nyilván róla néhány sort tudtunk összeszedni, hiszen neki nem az volt az élete, hogy kiállításokra járjon, vagy fesztiválokra, hanem ő még hagyományként vitte tovább azt a kézműves tevékenységet. Mi a rangja, mi az ismertsége, vagy elismertsége ennek a címnek a mai világban? Ez egy nagy állami kitüntetés, tehát így a Kossuth díjhoz lehetne hasonlítani mondjuk. Nem biztos, hogy a plázában, ha sétálunk és megkérdezünk bárkit, akkor tudni fogja, hogy kik a népművészet mesterei, de azért ebben a kultúrkörben ebben nagyon nagy elismertsége van. Kezdetben csak a Magyarország területén működő népművészekre vonatkozott, majd kiterjesztették a határon túli magyar területekre. Most már kialakultak a generációk is, tehát vannak már olyan népművészet mesterei, akiknek a mesterei népművészet mesterei voltak.